Sziasztok, én Kaci vagyok, és ebben a videóban a That's a Question nevű társasjáték szabályaival fogunk megismerkedni. A That's a Question egy 3-tól 6 főig játszható, végtelenül szórakoztató partijáték, amiben igazából csak egymást kell ismerni. A játékot ugyanaz a Vlada Svatil tervezte, aki a Galaxis Roncs Derbyt és a Fedő neveket is, és bár most minden szabályt el fogok magyarázni, ha esetleg beszerzitek a játékot, akkor feltétlenül olvassátok el a szabálykönyvet, mert már az is parádés. Vágjunk is bele! A táblát tegyétek le az asztal közepére, a játékos számnak megfelelő oldalával felfelé. Minden játékos választ magának egy színt, és elveszi a hozzá tartozó 4 lapkát, a saját mókusát pedig a kezdőmezőre rakja. A válaszkártyákat keverjétek meg, és osszatok minden játékosnak 5-öt, a maradékból pedig képezzetek húzópaklit. Ennek a méretét a játékos szám határozza meg, és fel van tüntetve a táblán. A kártyákat helyezzétek a táblára, a maradékot pedig tegyétek vissza a dobozba. A kérdéstáblát tegyétek ki az asztalra, és már kezdődhet is a játék. Mielőtt belevágnátok, válasszátok ki a kezdőjátékost, és rajta kívül mindenkinek osszatok egy makkot. Mivel bizonyos kultúrkörökben a mókusok nem makkot, hanem magyarót esznek, ezért használhatjátok ezt az oldalt is, de ennek nyilván nincsen semmi jelentősége. Az aktuális játékos választ egy kérdést a táblán lévő 3-ból, és választ hozzá 2 válasz lehetőséget a kezében lévő kártyák közül. A kérdések. Melyiket választanád? Melyik hiányozna jobban, ha megszűnne létezni? Kit tartasz rosszabbnak? Ezután a kérdező választ egy játékost, elvesz tőle egy makkot, és felteszi neki a kiválasztott kérdést, megadva 2 válasz lehetőséget is, amiket lehelyez a tábla mellé. Egy adott színű kérdés mellé csak ugyanolyan színű válaszokat lehet letenni, de ezt talán nem kell magyarázni, enélkül elég értelmetlen lenne a játék. A makkok pusztán azért vannak a játékban, hogy mindenki nagyjából ugyanannyiszor kerüljön sorra, úgyhogy érdemes mindig attól kérdezni, aki előtt van makk. Ezt persze nem kötelező betartani, de a fair play jegyében érdemes. A kiválasztott játékosnak most őszintén meg kell válaszolnia a kérdést úgy, hogy leteszi maga elé fejjel lefelé a megfelelő betűjelű tokent. Így tehát lesz egy kérdezőnk, egy válaszolónk, a többiek pedig a tippelők, akik megpróbálják kitalálni, hogy hogyan is dönt majd a válaszoló. Miután ők is lerakták a tokenjeiket, mindenki egyszerre megfordítja azokat. A válaszoló természetesen megindokolhatja, hogy miért döntött úgy, a többiek pedig vitatkozhatnak vele ennek valóságtartalmáról, de ez már semmit nem változtat, a válaszok azok maradnak, amiket leraktatok az asztalra. A válaszoló és a helyesen tippelők egy-egy mezőt lépnek előre, a kérdező pedig minden helytelen tipp után lép egyet. A tippelők emellett kijátszhatják az úgynevezett kikerjeiket, amelyekkel extra mezőket léphetnek előre. A 3-as szorzóval egy helyett 3 mezőt lép a tippelő, ha helyesen tippelt, a nehéz kérdés tokennel pedig minden más rosszul tippelő után lép előre egyet, függetlenül attól, hogy ő hogyan tippelt. Ugyanabban a körben 2 kikert nem lehet kijátszani, a kijátszott kikereket pedig a kör végén el kell dobni. Ebben az esetben például a kék játékos A-t, a zöld pedig B-t tippelt egy 3-as szorzóval. A válasz pedig valóban B volt. Ilyenkor a válaszoló 1-et, a zöld játékos, aki helyesen tippelt a 3-as szorzóval, pedig 3-at lép. A kék játékos rosszul tippelt, ezért ő nem lép, a kérdező pedig a rossz tipp miatt lép előre 1-et. Ha valaki eléri a tavat vagy a mezőt, akkor visszaveheti az egyik kikerjét. A kör végén dobjátok el a 2 válasz lehetőségkártyát, a kérdező pedig 20 helyettem másik 2-t. Ezután passzoljátok tovább a kört balra. Amikor az utolsó 2 kártyát is felhúztátok, akkor megkezdődik az utolsó kör, amiben mindenki még egyszer lesz kérdező. Az utolsó kör elején minden játékos visszakap egy már kijátszott kikert a kezébe. Mivel a táblán már nincsenek lapok, a kérdezők a körük végén nem egészítenek, de hát az utolsó körben ennek már nem is nagyon van jelentősége. A győztes értelemszerűen az lesz, aki a legmesszebbre jutott a játék során. 3 és 4 fő esetén egy picit változnak a szabályok, de hagyom, hogy ezeket ti magatok fedezzétek fel, minden benne van a szabálykönyvben, egyébként is érdemes elolvasni, ahogy említettem a videó elején. Ha bármilyen kérdésetek van a játékkal kapcsolatban, akkor azt bátran tegyétek fel nekünk kommentben, és mi igyekszünk rá válaszolni. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, hasonló tartalmakért pedig iratkozzatok fel a csatornánkra. Hamarosan újra találkozunk, sziasztok! Nagyon ügyesen nézted a videót, szép munka! Hamarosan újra találkozunk. Nézzétek csak!
Csúszszuper partnerek. Ők pedig itt a csodálatos patreonjaink, akik miatt működik ez az egész.